Dőreség lenne kijelenteni, hogy kizárólag a sportvitalitás termékei miatt lett ilyen szép ez az olimpiai szereplés, de biztos vagyok benne komolyra fordítva a szót, hogy maga a dietetika, maga az, hogy milyen táplálék kiegészítőket, milyen vitaminokat szednek a játékosok, ez kiemelten fontos a mai sportban. Tehát amikor már a technika minden vívmányát szinte kihasználják, és nagyon kicsi különbségek vannak a különböző csapatok között a világ élvonalában, akkor azt gondolom, hogy minden ilyen dolgot maximálisan ki kell használni. Szakemberhez kell fordulni olyan tekintetben, hogy az egy dolog, hogy mondjuk mit táplálkozunk és hogyan, és sportág specifikusan fölépíteni, hogy kinek miből, milyen étrendkiegészítőktől kezdve, milyen ételeket, milyen alapanyagokat kell bevinni. Az egy másik történet, hogy ezt hogyan tudja a sportoló úgy a saját javára fordítani, hogy ez mondjuk meglátszódjon majd a versenyeken is, kijöjjön ennek a pozitív hatása. Tehát igazából én azt tudom javasolni, hogy kezdjék el ezt, mert érezni fogja mindenki a saját bőrén azt a fajta hatást, hogy mennyivel frissebb, mennyivel könnyebben mozog, és annak is érezni fogja a hatását, hogy a versenyeken ennek az eredménye is meglátszik. Hát alapvetően itt a fizikai alapú sportágakról beszélünk, a technikai sportágaknál valószínűleg az, hogy az ember egy kicsit frissebb, ennek is nagy jelentősége van. Azt lehet látni nemzetközi összehasonlításban, hogy az első időszakban dől el nagyon sok minden. Ugye közismert az a tény egészségügyi, orvos és sportegészségügyi szempontból, hogy az, amit egészen kicsikorban elveszítenek a gyermekek, azt az előnyt, ami a tudatos táplálkozást választó sport szervezetekkel, sportolókkal szemben, ami az ő szempontból hátrány, ami fennáll, az később már nem lehet behozni, és ezért fontos az, hogy minél kisebb korban ezt elkezdeni tudatosan, és mindenképp fontos az, hogy és egészséges anyagokat tartalmazzanak ezek a táplálék kiegészítők, ez is ismert, hogy a dopingnak, a tiltott teljesítményfokozóknak milyen fontos szerepe van a mai sportban. A gyereket fiatal korában kell rá szoktatni az egészséges táplálkozásra, hiszen idősebb korában már ezt jóval nehezebb megtenni, úgyhogy én elsősorban itt látom az utánpótlás területén ennek a dolognak a jelentőségét.